Mikszát Kálmán, Szent Péter esernyője. Részletek. Hát persze, hogy a Szent Péter volt. Miért is ne lett volna? Hiszen eleget járt, eleget csütlött botlott itt az előtt Krisztus urunkkal. Maradt is annyi krónika az itt visel dolgairól, hogy a századik emberöltő is meséli még. S ami egyszer nem volt lehetetlen, másodszor is megtörténhetik. Fülből fülbeszállott a csodás a faluban, hogy a pap kis hugocskájának egy vászon sátrat küldött le az úr a nagy felhőszakadás óráján, hogy meg ne ázzék. Magát az öreg Szent Péter szalasztotta le az árvák és gyámoltalanok gondviselője. Bezzeg lett erre jó dolga a gyermeknek. Legoddivadba jött. A falu öregasszonyai neki gyürkőztek, nosza hamar kalácsot dagasztani, tejbekását főzni, mákos patkót sütni, hogy a kis jövevénynek vihessék. Alig győzte a tisztelendő úr az ajtót nyitogatni, napközben olyan sűrűn hordták hótiszta szakajtókendőkkel betakart tálakban a sok finomabbnál finomabb elemózsiát. János pap ámult-bámult, amint egyre csak jöttek.